Az Edd meg Leves című előadást február 9-én 16 órakor láthatják majd a gyerekek a Báb Színház kis termében. Jankovics Péter rendező a saját gyerekkorából nyert ihletet a történet megírásához. Véleménye szerint, mikor egy gyereket sérelem ér, olyan gondolatok fogalmazódnak meg benne, hogy ő majd biztosan másképp fogja csinálni, ha felnőtt lesz. Most, hogy én is szülő vagyok, jövök rá, hogy hát tulajdonképpen én is hasonlóképpen vagyok mondjuk türelmetlen, fáradt, és nem mindig olyan jókedvű, ahogy kéne mondjuk a fiammal lenni. És ez a problémakör engem elkezdett nagyon érdekelni, hogy hogyan lehetne az, hogy a gyerek és a szülő valahogyan egy közös hangot találjon. A történet azt a világot mutatja be, amiben a kicsik azt tehetnek, amit csak akarnak. Lenke a főszereplő rátalál erre az álomvilágra. Jankovics Péter az előző évadban már színészként szerepelt a Cirókában, azonban most Kolozsi Angéla meséjét állítja színpadra, az Edd meg Leves előadást Dénes Emőke és Fülöp József játsza. A Babaróka története február 9-én 17 órakor lesz látható a Báb Színház nagy termében. A cselekmény a 3 éves Babarókáról szól, ahol a család hétköznapjait, mindennapi életből vett konfliktus helyzeteit mutatják be a Róka családon keresztül. Olyan problémákkal kell megküzdenie, mint hogy először megy óvodába, azaz a kölyökőrzőbe, vagy hogy mit jelent egy közös vásárlás anyával, amikor nem kapom meg feltétlenül azt, amit szeretnék, azért, mert túl sok édességet eszem, azért, mert az már egészségtelen. Mi van akkor esetleg, hogyha a szülők összekapnak és veszekednek otthon? Természetesen ki fognak békülni a jelenetben, de ezek mind-mind olyan apró konfliktus helyzetek, amikkel ezekkel a pici gyerekek találkoznak a hétköznapjaikban. Ellinger Edina rendező, Kis Judit Ágnes kortárs szerző meséjéből válogatta össze a történetet. A Babaróka kertje és a Babaróka ajándéka című kötetek a családok mindennapjait mutatják be, amivel az ovisok könnyedén tudnak azonosulni. A Babaróka előadásában Krucsó Júlia Rita, Lendvácki Zoltán, Nyírkó Krisztina és Szörényi Júlia vesznek részt.